November 1-én minden szentek napján, azaz követő halottak napján és a Magyarországon most már egyre több helyen megünnepelt Halloween alkalmával sokan gyújtanak gyertyákat, mécseseket a temetőkben és otthon is. A statisztikák azt mutatják, hogy ünnepek idején megnő a tűzesetek száma, a balesetek leggyakoribb oka pedig, hogy az égő mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag közelében felejtik, a lángok pedig különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helységeire is. Nógrád megye vonatkozásában viszont elmondható, hogy a tavalyi évben ezzel összefüggő kereset nem történt, ami egyrészt a megyében élő állampolgárok felelősségteljes magatartásának, másrészt pedig a hatékony megelőző tevékenységnek tudható be. Fontos azonban, hogy tegyünk azért, hogy a 2013-as évhez hasonlóan idén sem történhessen figyelmetlenségből adódó tűzeset. A gyertyák és mécsesek a szabadban és zárt térben egyaránt könnyen tüzet okozhatnak. Azt kérjük tehát a lakosságtól, hogy csak nem éghető alátétre helyezett gyertyát gyújtsanak meg, a már meggyújtott gyertyákat pedig stabil helyre tegyék, ahol nem tudnak eldőlni és nincs a közelükben gyúlékony anyag. Óvatosságra intjük emellett a halloweeni jelmezbe bújva ünneplőket is, hiszen a legtöbb jelmez gyúlékony anyagból készül, és kérjük, hogy különösen körültekintően ünnepeljenek a gyertyákkal feldíszített lakásban, és azt is jó tudni, hogy a töklámpások is könnyen okozhatnak tüzet. Kihelyezésükhöz megfelelő helyet válasszunk, és olyan mécsest rakjunk bele, ami szeles időben is biztonságosan égethető. A temetőkben megemlékezőknek is óvatosnak kell lenniük, mert nem csak a felgyülemlett avar, hanem az elszáradt, illetve a művirágok is könnyen lángra kaphatnak.